Üdvözlet mindenkinek a mai videóban! Egy Bartók Béla jellegű nemzetközi gyorsvonatot szeretnék nektek bemutatni. Azért csak jellegű, mert hát nem biztos, hogy pontosan ilyen formációban ez a vonat közlekedett-e, ugyanis 1994-et választottam, annak is a nyarát, ekkor érkeztek meg az ÖBB 1014-es mozdonyai, ekkor érkeztek meg a MÁV-hoz a KAF kocsik is, és elég sok változás történt ebben az évben a vonat összeállításában. Ami az év elején fönn van a különböző fórumokon, hogy ez így nézett ki, az már a nyár végére nem így nézett ki, gyakorlatilag már augusztus-szeptember környékén ez egy tiszta kafkocsikból álló szerelvény lett. Kezdjük is a mozdonnyal. Hát itt a 1014-est, az Ultimate Jolly Joker mozdonyomat választottam. A rokó mozdonya nagyon jól passzol minden nyugat fele az egyes vonalon közlekedő vonat elejére, ami ebben az időszakban közlekedett. Már korábban ugye beszéltem róla, volt és róla a modell bemutató. Egy nagyon jól, nagyon univerzálisan felhasználható kis mozdonyról beszélünk itt a 1014-es kapcsán, jól is néz ki, nekem nagyon tetszik, elég sokat szoktam használni ezt a gépet. A mozdony után következnek ugye a MÁV-os személykocsik, itt KAF kocsikat tettem a vonat elejére, mégpedig egy másodosztályú kocsival kezdődik a mozdony után a szerelvény, ez egy NME gyártmányú klasszikus 5. korszakos MÁV-os jármű. Ehhez a kocsihoz használtan sikerült hozzájutnom, nagyon korrekt áron 12.000 forintért szereztem be. Igaz, nincs benne belső berendezés, azonban egy 3D nyomtatott belsővel már elláttam ezt a kocsit, ami egész sokat tud dobni rajta. Az ablakok nagyon sötétek, úgyhogy úgy nappali fényben annyira nem látszik, hogy van-e benne valami vagy nincs. Neki egyébként kettő ilyen ordinális hibája van, az egyik a MÁV felirat, ott látszik, hogy az A betűről az ékezet lemaradt, a másik pedig az, hogy a forgóvázakon itt sincs sínfék, illetve a kis lépcsők lenyitott állapotban vannak a csukott ajtóknál. Szokták még említeni azt is, hogy az ajtónál az ablak az nem megfelelő pozícióban van, hát én ezt nem tudtam eldönteni, én azt mondom, hogy itt lehet, hogy ilyen 10 milliméterekről beszélünk, ami nekem van képem az igazi kocsikról, ott igazándiból gyakorlatilag ugye a kameraszögeknek meg mindennek köszönhetően megbecsülhetetlen az, hogy ez most igaz-e vagy nem. Nekem viszont az a véleményem szerintem, hogy ezek a kocsik megfelelően hozzák az eredeti GAF kocsik hangulatát, úgyhogy nekem ők is tökéletesen megfelelnek, hogyha nincs ACME, jó lesz az NME is alapon. A következő kocsi szintén egy KAF kocsi, azonban ez nem a termes, hanem már a fülkés verzió. Ugyanúgy az NME gyártmányáról beszélünk, az előző kocsival megegyező formai dolgok mondhatóak el róla is. Ezután jön egy GOSZA kocsi, egy másodosztályú MÁV-os GOSZA kocsi, ugye ez a Rokónak a klasszikus modellje, igazándiból egy nagyon szépen kidolgozott, egész jó sikerült darabról beszélhetünk itt is. Szerintem kellőképpen formahű, ugyan vannak eltérések az igazi kocsi és a Rokó járműve között. A legszembetűnőbb az az átjáró ajtóknak az ablak az nem stimmel, de alapvetően formailag hozza a rendes MÁV-os kocsit. Feliratozásban, minőségben nagyon el van találva ez a jármű szerintem. Ez még a régebbi Rokó kiadás, ilyen 2005 körüli, és egész jó minőségű még. Összességében szerintem ez a Rokó kocsi egy nagyon jól sikerült darab, mondhatjuk exakt járművel van így dolgunk. Ugye a szerelvényről azt kell tudni, hogy korábban ez a vonat ez teljesen GOSZA kocsikból volt kiállítva, tehát a másodosztályú MÁV-os szakasz az 4, illetve 5 darab másodosztályú kocsit tartalmazott, aztán ahogy érkeztek a KAF kocsik, úgy szépen ezek elkezdtek kikopni belőle. A GOSZA kocsi után pedig jön a német szakasz, annak is egy BVMZ kocsia, ugye ez egy osztott termes fülkés járműről van szó. Ez a kocsi, ez 94-ben került bele a szerelvénybe, és aztán nagyon hamar ki is került belőle, 94 őszén már gyakorlatilag nem is találtam olyan képet, amin ez szerepelt volna, de már nyáron se
láttam ezt a kocsit az augusztusi képen, amit találtam a szerelvényről. Lehet, hogy korábban benne volt, lehet, hogy nem, ezért is mondom azt, hogy ugye ez a szerelvény ilyen jellegét tekintve a Bartókra hajaz. Maga a modell egy klasszikus rokó kocsi, használtan került már hozzám, meglehetősen baráti áron, azt hiszem ilyen 10 000 forint környéke volt. Nagyon szépen kidolgozott és nagyon jól kinéző jármű, kellőképpen hozza az eredetit számomra. A következő jármű pedig a másik Jolly Jokerek Jolly Jokere, ez pedig a Bauceni MAV VRM étkező kocsi. Ez a kocsi ez mindenben is felhasználható. 1980-as évek közepétől ugye gyakorlatilag a 2000-es évek közepéig járt ugye ilyen festésbe, ilyen feliratozásba, úgyhogy nagyon-nagyon sok vonatban föl lehet őt használni, többek között itt a Bartók Bélában is, és igazándiból egy nagyon sok rétű járműről van szó. A szerelvény végére pedig egy szintén német Deutsche Bahn első osztályú APMZ 121-es típusú kocsi került, ugye ez a Pico kocsi, a róla is volt már modellbemutató, szerintem egy remekül sikerült darab. Ugye ezek a kocsik, ezek így gyakorlatilag a 90-es évek végéig jártak be különböző vonatokba így Magyarországra, úgyhogy nem csak ebben a szerelvényben lehet őket felhasználni. Itt explicite a Bartókban ő is gyakorlatilag szerintem ilyen 94 nyarának a közepéig lehetett maximum benne, később az ő szerepét is átvették már a már frissen érkezett KAF kocsijai. Összességében az egész szerelvényről annyit tudok mondani, hogy elég sok lehetőség van benne. Ugye, hogyha mondjuk így a 94-es év elejét szeretnénk modellezni, akkor ugye a Sisi helyett mondjuk egy 5. korszakos gigant illene a szerelvény elejére, legalábbis a magyarországi szakaszon. Hogyha esetleg egy későbbi verziót szeretnénk belőle csinálni, akkor pedig le lehet cserélni az étkező kocsit egy KAF étkező kocsira, le lehet cserélni a Deutsche Bahn kocsikat szintén KAF másod, illetve első osztályú kocsikra, és gyakorlatilag egy komplett KAF-os szerelvény volt ez a vonat a következő néhány évben. Igazándiból, hogyha pedig korábbról szeretnénk egy verziót megcsinálni, akkor pedig a KAF kocsik helyét be lehet rakni 5. korszakos GOSZA kocsikat, másodosztályúakat, a német résznél pedig ugye akár ezt az első osztályú kocsit, akár ennek a fülkés kivitelét, az AVMZ-t bele lehet rakni. Arra kell figyelni, hogy ez a BVMZ másodosztályú kocsi, ez csak 94 első felében közlekedett ebbe a szerelvénybe, illetve hát ugye menetrendváltástól, tehát 93 decemberétől. Előfordult olyan is, hogy a másodosztályú GOSZA kocsikat nem tudta a keleti pályaudvar megfelelő mennyiségben üzemkészen tartani, ilyenkor belekerült a vonat mávos tokjába az elejére a másodosztályú GOSZA kocsik mellé, az első másodosztályú GOSZA kocsi is, ilyenről is találtam több képet, hogy egy vagy kettő is belekerült oda a szerelvény elejébe, tehát lehet ezzel is egy picit játszani, ekkor viszont ugye gyakorlatilag így a 93 előtti összeállításokat lehet így kiadni a szerelvényből. Köszönöm szépen, hogy megnéztétek a videót, további jó modellezést és szép napot kívánok mindenkinek!